A londoni olimpiai sikerek még mindig óriási hatással bírnak. Nem csoda tehát, hogy Berki Krisztiánt, a lólengés olimpiai bajnokát hatalmas szeretettel és tapsal fogadták Velencén, a Zöldliget általános iskolában. Hazánk jelenlegi legjobb tornász egy rövid bemelegítést is tartott az intézmény tornász palántáinak. Ez a harmadik alkalom az életemben, hogy egyáltalán órát tartok gyerekeknek, nagyon érdekes feladat, és nagyon új feladat, és hát elég sok nehézség van benne, de úgy érzem, hogy valamennyire meg tudtam oldani, nyilván nem vagyok még felkészült testnevelő tanár, de azért a lányokon látszott, hogy ügyesek, és nagyon jó ilyen ügyes gyerekekkel foglalkozni. Krisztiánt még mindig megdöbbenti az a szeretet, ami az ötkarikás játékok óta felé árad. Még mindig nagyon sok helyre hívják iskolákba sportnapokra. Ezek mindegyikének azonban lehetetlen eleget tenni, főleg mióta újra edzésbe állt a lólengés királya. Annyira idegen volt az első edzés, hogy tényleg ha valaki akkor látott volna, nem hitte volna el, hogy előtte két hónappal olimpiai bajnok láttam. Úgyhogy nagyon furcsa a sportág a torna, hiszen itt már egy hét kihagyás is nagyon sokat számít, és szinte előről kell kezdeni mindent. Nagyon bízom abban, hogy az idei Európa-bajnokságon, világbajnokságon jól tudok majd teljesíteni, és tudom hozni azt a formát, amit nagyon szeretnénk az edzőmmel, Kovács Istvánnal újra és újra elérni. Remélem, hogy megszerezhetem a 7. EB aranyamat és a 3. VB aranyamat. Berki Krisztián tehát 2013-ban is komoly célokért küzd majd, de ígérete szerinte, hogy ideje engedi, megpróbál minél több helyre ellátogatni, akár csak azért, hogy egy jó kis bemelegítéssel dobja fel a sportolni vágyó fiatalok napját.